Köszöntelek benneteket a KNTH Liga 5. fordulójának mérkőzése után 36-28-ra nyert az MTK Budapest. Először Horváth Rolandot kérem, hogy értékelje a találkozót. Voltak olyan pillanatai, amikor akár 3 gólra is megközelítettétek a hazai. Gratulálok az MTK-nak a győzelemhez. Voltak pillanatok, így van, hogy pillanatok vannak, másra azért ebből a keretből azért annyira nem telik, de aznak a szakasznak, azoknak a szakaszoknak örülni kell, tehát az mindenféleképpen dicséretes a lányoktól, hogy így tudtunk néha szakaszonként teljesíteni. Én tisztában voltam azzal, amikor idejöttem a mai meccsre, hogy sajnos 4 darab játékosomat kell nélkülöznöm, akik meghatározó szerepet töltenek be ebbe a csapatba, hogy nem tudom őket ma játszatni. És azt is tisztában voltam azzal, hogy a rejtés talaján vagyok, tehát nem szoktam álmodozni, hogy azért itt győzni ma nem tudunk, viszont tudok fiataloknak esélyt adni, lehetőséget adni, megnézni, hol tartanak. Azért úgy gondolom, hogy egy komoly csapat ellen, úgyhogy nekünk menni kell tovább, szépen ezeket a sérüléseket ki kell valahogy ki kell gyógyítani belőle őket, és menni tovább azokat a meccseket, amire az érnek sansza, esélye van, illetve bravúrokat hozni, mert az is kell, sokszor mondom. Úgyhogy ebbe próbálunk most megerősödni a következő szakaszokba is, és jön a következő mérkőzés, és abba beleállni és csinálni. Jó, úgyhogy én meg sok sikert kívánok az MTK-nak a továbbiakban is, a Nemzetközi Kupában is, illetve a Magyar Bajnokságban is. Köszönjük, úgyhogy gratulálok. Barbara, 12 góllal, de csak nem az összgól szám felével járult hozzá a csapat a teljesítményéhez. Hogy érezted magad a pályán? Hát először is én is szeretnék gratulálni az MTK-nak. Azt gondolom, hogy 45 percig meccsben voltunk, de... De elfáradtunk kicsit, rövid most a kispad, sok a sérült, nem lehetett nagyon forgatni az embereket, így ma ennyi volt benne. Sajnálom, hogy a vége 8 gól lett, de ennyi volt ma bennünk. Ha már a sérülteknél tartunk, Dana úgy, hogy komolyan megsérült a mérkőzés folyamán, mit tudtok az állapotáról? Tudom, hogy visszaállt, de mintha sántított volna. Hát, nem tudjuk már, nálunk, vagy nálam a sérülés, a szakadás, meg a törés. Hát nem, ez csak nem az. Jó, egyszerű el kell holnap már. Jó, tehát aki tudott utána játszani, az tud edzeni is. Köszönöm szépen. Golovin Vladimir, fárasztó utazás után, illetve mindezek 2 nap felkészüléssel érkeztetek a mai meccsbe. Győztetek, volt a mérkőzésnek olyan pillanata, amikor ebben nem voltunk teljesen biztosak, de már optimisták voltunk, hogy érezted a meccset. Hát csak a 2 pontnak azt örülök, a többieknek nem. És hát a legnagyobb probléma, hogy olyan akaratmentes, motivációmentes mérkőzéset játszottunk el. Jobban tetszett azért, és jobban szeretem az én csapat, amit játszik, kompromisszumok nélkül, igen, játszik, küzd. Most azt igazából mondom, nem volt. Nem tudom, hogy minek az oka, lehet, hogy utazásnak, de hozzá kell szokni. És amit az öltözőben is elhangzott, hogy így nem lehet játszani. Az nem játék, ez nem is tudom, mi volt. Lejöttünk, elsétáltunk azt az egészet. Nagyon-nagyon nem, így nem tetszett. De mindegy, hogy mi az oka, egy 60 percre, ha biztos, hogy bárki a játékosnak tudni kell összeszedni magát, és maximálisan teljesíteni. Na, szerintem az egésznek olyan 20%-at adtunk ki magukba, és mondom, itt igen, ha nem lenne ennyi sérült a Rolandnál, akkor a mai mérkőzés az, ha nem is tudom, hogy végződött volna. Jó, biztos, hogy másik meccs, de abba valahogy gyorsan ki kellene lépni. Mindenféleképpen ez egy játék, játszani kell, élvezni kell a játékot. Most olyan gépelyesen lehúztunk ezt az egészet, mondom, csak a 2 pont azt, ami, de a többi, mint védekezés, támadásban, de benne vannak a hibák, de akaratilag az biztos, hogy sokkal gyorsan kell javulnunk és küzdeni, mondom, itt nem nagyon lehet így kézilabdázni, mondom, most sikerült, de máskor biztos, hogy nem fog. Sokat nem lehet pihenni, vasárnap jön a Jarika Vaskor Kübülű, a visszavágó az Európa-Európa ligában. Milyen tanulságokat vontunk le a kinti meccsből, a mai meccsből, és elég lesz ez a néhány nap vasárnapig?
Hát az jó kérdés, azért amikor még odaérkeztünk, nagyjából ottani mérkőzés is így volt, hogy az elején még tényleg akaratunk volt minden, utána valahogy jó, az meg lesz, és akkor belealudtunk. Ma az egész mérkőzés olyan volt, hát bízom benne, hogy most nem fogunk lenézni az ellenfélt, hanem kezdünk építkezni, előrelépni, és nem csak taktikai dolgokról, még védekezés támadásról beszélek, hanem igen, maga a motiváció, ami az így kell, hogy az így jöjjön a játékosban, ne így, hogy mint egy eleresztett lufi, az most kapnak egy napot pihenni holnap, de remélem, hogy valahonnan szereznek, felépítenek saját magukat. Marincsák Nikolett már el is mosolyodott az egy nap pihenni. Valóban győzete is, hogy kevés százalékot adtatok a százhoz képest a mai meccshez hozzá? Hát szerintem egy picit fáradtan és enerváltan kézilabdáztunk, ami egy picit normális is, mert ugye négy napot oda voltunk, egy napokat teljes mértékben utazással töltöttünk, és igazából egy napunk volt felkészülni az Érdre, és közben még ugye regenerálni is kellett, meg pihenni. Egy picit fáradtak voltunk fejben is, mentálisan is, a lábunk is, de örülök, hogy sikerült itthon tartanunk az új otthonunkba a két pontot, és bízom benne, hogy elég lesz ez az egy nap, és fel tudunk készülni ugyanúgy a törökökre. Nagyon szépen.